Ez a múlt, amit nagyon fontos azért, hogy valamelyest, de legalább egy picit ismerjünk, irány kell, hogy mutasson nekünk a jövőbe. Így kezdte a szoboravatóval egybekötött 80. évforduló tiszteletére szervezett záró rendezvényt Gábor Balázs, az Arconic Köfén Mill Products Hungary Kft. Gyárvezetője, később pedig a vállalat amerikai lokációkon kívüli területért felelős HR igazgatója is hasonló gondolatokkal folytatta az ünnepet. Hangsúlyozták, az elmúlt 80 évet folyamatos fejlődés jellemezte. A gépek és a befektetők mellett azonban elsősorban emberekre volt szükség, akik hisznek és hittek abban, hogy ennek a cégnek van jövője. Előttük, a dolgozók előtt tisztelegnek most a köfénművelődési ház előtt felállított kohász szoborral. A szobor leleplezése után Székesfehérvár polgármestere mondott avatóbeszédet, melyben kiemelte a 80 éves cég Fehérvár életében betöltött meghatározó szerepét, hangsúlyozva az itt dolgozók érdemeit is. A magyar ipar vonatkozásában is az egyik leginkább a munkavállalóit megbecsülő cégről, cégcsoportról van szó, amit külön szeretnék megköszönni. Azt is szeretném a tekintetben elmondani, hogy ez a köszönet, ez természetesen leginkább szól azoknak az embereknek, akik a múltban itt dolgoznak, vagy a jelenben itt dolgoznak. A szoboravatója persze az alkotónak is fontos, a leleplezést követően Pintér Balázs szobrászművész is beszédet mondott. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a 2,5 méter magas, speciális fémöntés eljárással készült alumínium szobor létrejöttét, és beszélt az alkotás folyamatáról is. A fémöntő mester ábrázolása szívemhez közel álló téma. A szoborban e szakma teremtő mozdulatának ősformáját ragadtam meg, hogy a modern kohász ugyanúgy tudjon azonosulni vele, mint az a generáció, aki az öntőkanalat továbbadta már. A 80. évforduló egyik záró eseménye volt a szerdai szoboravató, mely egyben egy kis összegzésre is lehetőséget adott, hiszen az 1941-ben indult Köfém hengermű öntöde már a Magyarországon egyedülálló alumínium feldolgozó gyárként a folyamatos kapacitás növelő beruházásoknak köszönhetően 80 éve sikeresen működik. A székesfehérvári üzem 37 országba szállítja világszínvonalú termékeit, melyeket a gyár 800 dolgozója állít elő a kor kihívásainak megfelelő gépek és eszközök segítségével.